szeretettel köszöntök mindenkit, a képviselőinket, a vendégcsoportokat, a tagságunkat, a pártoló tagjainkat, mindenkit a 9. évforduló alkalmából. Örülök, hogy eljöttek, és velünk ünnepelnek a Hulyáki, a Herencsényi, a Turai és a Verseki csoportok. Nagyon sajnáljuk, hogy a tartali asszonykórus és Nepelejts kórus nem tudtak eljönni. Az asszonykórus a Hévész Györgyiek meghívásának tett eleget a kölcsönösség jegyében. A Nepelejts kórus Kunhegyesre ment, és ott énekversenyen vesznek részt. Az óvodások táncát a betanító nevelőt megoperálták, és még gyenge, szintén nem tudtak eljönni. A május mozgalmas hónap a rendezvények szempontjából is. Sokszor esnek egybe a programok, nehéz olyan időpontot találni, ami minden csoportnak jó, és szinte lehetetlen ilyen. Reméljük, lesz majd lehetőség a helyieket magunk között tudni. Önmagunk és a jelenlévők vigasztalására mondom, a közeli időben szerepelt minden helyi csoport az Aszódi STK javára rendezett jótékonysági esten. A Régió TV minden nap sugározta a héten, és még talán holnap is adni fogják. Szerencsére ezen a jótékonysági esten nagyon sokan megjelentek, és mindnyájan minden helyi csoport szerepelt. A mi egyesületünk is nagyon szívesen tart közös ünneplést a távolabbi társakkal. Mi is a kölcsönösség jegyébe és azért, mert jól érezzük magunkat, amikor mód van rá, ellátogatunk egymáshoz. Nagyon fontosak. Kikapcsolódásra adnak lehetőséget. Kiemelkedünk a hétköznapi élet egyformaságából. Nem csak ruházatunk lesz ünneplő ilyenkor, szívünk, lelkünk is felvidul. Örülünk a vendégeknek és egymásnak. Mindenki keresi a helyét a közösségbe. Jó megérezni, hogy fontosak, hasznosak vagyunk egymás számára. Országos nyugdíjas szervezetünk neve is Életet az éveknek szövetség. Ez az elnevezés arra utal, hogy igyekezzünk tartalmasan, hasznosan közösségbe élni. A mi meghívónkra Abraham Lincoln szavait írtuk biztatásul azok számára, akik még tartózkodnak részt vállalni a közösségi életből. Így szól az idézet. A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem az, hogy mennyi élet van, volt az éveidben. Használjunk ki minden lehetőséget, mert az idő gyorsan múlik, és nem biztos, hogy holnap is megtehetjük mindazt, amit ma még igen. A mi egyesületünk hagyományőrző csoportja külső segítség nélkül önállóan tevékenykedik. Dalcsokrainkat, táncainkat a helyi és gargamenti népdalokból, tánclépésekből állítottuk össze. Az első dalcsokrot és táncsokrot Sápi Jánosné nyugdíjas óvónőtársunk állította össze Életút címmel. Az óvodáskori játékból indulunk el, és életünk végére utalva fejezzük be. Vendégeink is hoztak maguk ajándékul egy-egy dalcsokrot, tárcsokrot, mindnyájunk szórakoztatására. Először mi háziak évfordulós énekünkkel köszöntünk mindenkit, utána Sápi Jánosné, Nagy László, Adjon az Isten című versét mondja el. Életút című táncunk fog következni.
ha a polgármester úr megérkezik addig, akkor bizonyára fog hozzánk szólni, meg a kedves vendégekhez. A bujákiak, a herencsényiek, a turaiak, a versegiek, ABC-s sorrendben szeretném, hogyha következnének. Mi szeretnénk befejezésül verssel, dalcsokorral, tánccsokorral megköszönni az egybegyűlteknek, hogy időt szakítottak a mi ünnepségünkre, az ide való ellátogatásra. Szelei Mihályné Sé Gusztáv Békesség című versét hozta, és az utolsó csoport, a mi csoportunk, a Megyen már a hajnalcsillag című dalra, dalcsokorra fog táncolni. Köszönöm a megjelenést mindenkinek, és nagyon jó szórakozást kívánok. Szeretném még megköszönni a támogatást, amit a 9. évben kaptunk a faluház gazdáinak, hogy minden évben itt tarthatjuk évfordulós ünnepünket. Ajándékba kaphatjuk az eszközök használatát, az áramot, a vizet. Köszönjük Olá Klára képviselő asszonynak a pénzbeli adományát. A Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet Urbán Imre elnök úrnak a pénzbeli támogatását, Karcsró Tibor képviselő pénzbeli támogatását, Varga Zoltán és Gerge László a hangosításba szoktak nekünk segíteni, ami szintén nélkülözhetetlen. Mindenkinek együtt megköszönjük a segítségét, és köszönjük még mindenkinek egy nagy tapsát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, és most hallgassák meg a csoportunk 9. évfordulós énekét. Orgi néni, a gyertyagyújtás. Ez a nap majdnem olyan, mint a többi, de az emlék már a holnap porából tört ki. És a holnap most még csak álom, ám a perc itt van, mosollyal nyit rád, hogy legyen erőd, legyen hited, míg utadon terhedet végigviszed, és tudjál nevetni, játszani örömmel, hogy a holnap szeretni jöjjön el. Napsugárral, erővel, szivárvánnyal, esővel, szívben tűzzel, a kertben száz virággal, hogy legyen ki szeressen, itt vagyunk mi neked, kívánunk neked boldog és hosszú életet, a nyugdíjas klub tagjai. Kedves Olgi, köszönjük a 9 éves munkádat, és hogy betegségedbe is összetartottál minket. Fogad szeretettel ezt a kis virágot tőlünk.
Nagy László, adjon az Isten. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékánba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre válasz ő küldjön, hogy hitem összenedüljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet. Nékem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Nincs minden lány,
Mária, te a rózsa, a kertet egybe, már én többet nem szakítok belőle. Nyíljon ki a te a rózsa, a kertet egybe, már én többet nem szakítok belőle. Thank you.
Gyere kis angyalom, gyere kis angyalom.
asztám alatta. Édesanyám, eresszed el a bálba, kötény nélkül a rózsaszín szoknyámba. Nyász már nékem a rózsaszín szoknyám is, árva vagyok, elhagyott a babám is. Nyász már nékem a rózsaszín szoknyám is, árva vagyok, elhagyott a babám is. Ha fölkötöm fehér derinkendőmet, minden szombat este várom a szeretőmet. De hiába várom, úgyis tudom, hogy nem jön, helyébe egy két kopertás remélyünk. Várna legény, ha te tudnád, amit én, milyen igaz szívű szeretőd vagyok én. Olyan igaz szívvel vagyok hozzád, mint a nap, amely könnyes körül jár az ég alatt. Olyan igaz szívvel vagyok hozzád, mint a nap, amely könnyes körül jár az ég alatt. Porzik, porzik a Bujáki utca, sejj, mikor végig megyek rajta. Nyílik, nyílik a babám ablaka, sejj, mikor bezörgetek rajta. Nyisd ki, babám, ablakaidat, hagyd mondjam el panaszaimat. Mert egy menyecskének sok az ő panasza, nincsen, aki meghallgassa. Nyisd ki, babám, ablakaidat, hagyd mondjam el panaszaimat. Mert egy menyecskének sok az ő panasza, nincsen, aki meghallgassa. Szárnya, szárnya, szárnya madárnak, nincsen párja a Búja királynak. Tele van a, tele van a szája édes csókkal, zsebkendője csörgős mogyoróval. Azért, hogy én szegény kisnyám vagyok, Várna legény szeretője vagyok. Szeret az a, Várna legény engem, meghalni is kész volna élete. Szeret az a, Várna legény engem, meghalni is kész volna élete. Ezt a szőrös kis meszelőt édesanyám vette, bele még a nyeret a szeretőm tette. Meszel édesanyám a szeretőm anyám ázom, kereszt anyám kisebb reketén meg csak a farom rázom. Meszel édesanyám a kisebb regetét, meg csak a falon rázom. Ezt a zőrös kis veszelőt édesanyám vette, bele meg a nyeret a szeretőm tette. Meszel édesanyám a szeretőm anyám ázom, ezt anyám kisebb regetét, meg csak a falon. Most is a kezébe fújja a szél a Margit Dízze zsebkendő. Margit Dízze zsebkendővel, juhaj, nem bánom. Szép vagy, babám, tudtalak szeretni, de hogy kell tőled elválni.
nagyon szépen köszönjük a Bujákiaknak ezt a nagyon hangulatos, kedves műsorát. Igazán gazdagították a mi 9. évfordulós ünnepünket. Ezzel a kis emléklappal szeretném, hogyha visszagondolnának majd a kartali itt létükre. Köszönjük, hogy itt voltak. Kedves kartali asszony kórus, 9. évfordulótokra azt kívánom néktek, sima és boldog legyen az életetek. Lábatok előtt 100 virág fakadjon, a jó Isten minden jót megadjon. Fogadjátok szeretettel a Herencsényi asszony kórus nevében. Szeretettel köszöntök mindenkit, abban én is miutában kegyarunk idején, jönne együtt vagyok a tűnkön, a hangjon megkaptuk, hogy mikor van, az amikor nagy szeretettel kívül, mert nem tudom, annyira kedvesek vagyok, mindenki. Nem tudom, a kórus, hanem mindenki olyan nagy szeretettel nézlom, még valami akkor mit mesélik. Amikor ma meséltem eztek, de még többen most azt mondtam, hogy kösz ki volatra, akár a levelét azt mondja be. Hát akkor elmondom. Hát ugye megint droga, kocsis legint, tíjes szívű, megintok ugye katonónak. Hát igen, ugye remekedték haza a katonókot, csak nagyon ikkor, hogy csak levelet írt, ugye haza a katonónak. Hogyha írva egy édesanyag, írjon a falunkról, üdön egy pár forintot is, valamennyire spúrok. Írja még, hogy a tíjesben, mit fizetnek munka egységenként? Írja meg, hogy lovaival gondolza-e az utca valaki? Írja meg, hogy a kertünkben ülik-e a trónya? Írja meg, hogy lefekvéskor recsege az anya? Éle még a botrik kutyák, hát a macskon kellett-e játélen? Mindenkiről írjon anyám, rengeteget, sokat írjon nékem. Ment azt ugye a olasz, olaszott az édesanyja. Recseg bizony recsegeste, édesanyád anyja. Nem is lehet csodálni, mert szumas a deszkája. Csurog a víz a patlásról, lulével van terve a navajja. Este alé dűl a tempér, a vízcsempek csopog a szothája. Szomszédunkban kovácsítnak, csuda jó a dolga. Ami nap is 12-t ellett a disznója. Előbébe a kocsmába, az új barbor úgy betalott rúgni. Felesége meg a jónya, addig tudta ketten hazahúzni. Megtörőzt a papkutya olyan, tűnöd a párta, amelyiknek olykunkori rövid volt a farka. Megsinatta a prípados, fakerjesztet rakott a sírjóra. Minden nap is virágokat hordat a harangozóval rója. Kertünkben a diófóra rófészkelt a csóka. A nagykakasztagyunk házból elvitte a rúka. Leszakadtak út kopája, újabb kellett helyette fölrakni. Lassan kimarad is talló, tűzfalat is újra föl kell rakni. 33 sárjú csirkét üttetett a nyaltok, csak 20 mintát kell ki, 9 tojjal zappunk. Arbát nagyon nyomott a tyúk, hát ott pedig elgondolt az autó. Amíg maradt 12-t, agyon csapta a vítyúk hozzájtunk. A keresztelő volt a munkat élet,
Lerült a szent vöddel, szabják itt a falu szélén. A kis bíró balbokolja, itt törött a tanács hasztaljékon. Így cseréltek harófogot, a templom úttor magyarul a rítjon. Elrogott a toronyóra, meghalt a sírosú. A kertjébe tövették el, nem volt marhely máshol. Hajog lett a botri szemén, kétszer vágy lett az idén a macska. A lecsintnek a gondjából 12-szer nem volt meg a bátya. Eltörött a kaszavéle a savany hűréten, a szakövet tombajostól elhagyta a réten. Elverte a jég a szűnőt, kiukat felegén a vénhordó. Hohaszkodik a teherünk, nem jut neki most, csak szarasz kóró. Elgondolgat. Gondhatott volt egyes fiam, gondhatott a sorsunk. Menni jobban igyekezünk, annál több a dolgunk. Gyere haza szabadságra, beszélgess meg az űrmester úrval. Legfeljebb jelent, ha visszabíj, még traktoljunk, haza ígyunk hússal. Oda nyílt, barulok! Elküldtem volna be mesébe, volna akkor még mesél, elmesélni még a pénykós asszonyokat. Nem tudom, hogy erre vannak, de ha ott utolcik, hogy vannak mindenütt. A nyárkó bebizonyította. Hát ugye erre be Palucz faluba én, írt egyszer egy Jankó nevű, a palaogú ember. Ott minden nap jól sütőgánkónak hívtok elni bele, csak a nevét. Hát ugye jött haza, hála minden este. Erdőrünkbe megy a kocsmába. Azt mondja neki az ember, te Jankó. Az én feleséged olyan egy pregós asszony, hogy erre a környéken olyan nincsen. Jankó azt mondja, én feleségem pregós, a tiédek nem. Hogy az nem? Minden ember úgy még partult a feleségét, mint annak a lénye. Erre azt mondja Jankó, ide figyeljetek emberek. Hónap estére bebizonyítom nektek, hogy az egész falu asszonya egyforma pregós. Mondjuk az emberek, hogy szeretnénk mink az lordi. Fogadjunk azt ugye ítérborban, hogy fogadtak is, ugye emberek is okos, hogy fogadnak. Hát, hazament Jankó, szólt se szólt az asszonynak. Lefeküdtek csendbe, békességbe, ugye. Reggel kell az asszony edetni az hallatokat. Jankó még addig egy tojósba mit adunk náló. Vigy be az asszony, te Jankó, még te most is abban az orjban vagy. Kejjém akkor hallod, hogy fajtorszal, hogy elmentek az erdőre. Hely asszony, azt mondja, én ma nem mehetek az erdőre. Engem az éjszaka olyan nagy szégyenít, hogy én embereknek a szemek közé nem nézhetek. Hát mi a fele? Hát csak nem a bozorgalom nyomtak meg. Jaj, de hogy tudom, még attól is hoztam. Kivesz azt a tojóst így, nézd, asszony, hát ezt tojtam az éjszakáim. Hú, hallodé, de lakadott a nyelvet, de senkinek a világon elnépricskolt. De hogy mondom, a tovább miut együtt vagyunk, soha nem titkóztam. Ott tényleg nem azt mondja. De most valószínűleg, hogy jött ki mégis a libajot. Jaj, azt mondja, azt mondja, azt mondja, azt mondja, egy azon ízgult, hogy most, ugye hát semmit nem is. De van ezt mégis el kell mondani valakinek. Ott kapja meg volna egy puszik, jó, de elment a másik sorba, komom azt mondja. Jaj, komom azt mondok, én meg is szólok. No, de még bajadok csak, még egy kiálltam belőle. Mivel elakább menni otthonról, akkor most hogy menj el otthonról, mit szól az ember, hogy elmegy? Vettek, hogy hova, hogy megy elmegy vízi a kutra. No, akkor a megy tele van tisztóra, megy ilyen vízi, hogy gyorsan kiöntözgetni belőle, mindenhova a vizet. No, akkor ki van ötve, fájol veszik. Vegyek, no, ezt kell vissza, mégis, hogy kinek kéne legyen is szerelmem, nagyon hogy mi történt, hogy az éjtakanok. Jön a szomszéd asszony, ki a rajtó. Jaj, Mari, gyere csak ide, gyere ide. Micsoda? Jaj, hallod, Jankó, az éjjel tojóstolj. Tojós! Hát nem lehet, hogy így mosolottam, így tapogta az erek, tenyerni. Jaj, de elném úgy szomszédasszor senkinek. Jaj, de hogy mondom, hogy mondanom, mert tudod, milyen jó szomszédasszor, hogy nem tétkóztunk soha.
Oh, nem azt mondja. Jöjj, de van az is olyan jutta rá, hogy magamra kapta a felületendőt, elmegint egy másik sor a nonszasszonyom. Jaj, nonszasszon, mi is szóval a halva tudja én. Nem hallottam, nem mutam, így mondva se volt. Jaj, sűrűen, akkor tojóstolj. Tojóstolj, mennyit? Azt mondja, hogy van tízet. Nagyon kövés, csak fekszik a dolgokban, haladja a fékkamion a fekkóval, ami volt az estét. Este magóra húz a nadrógot, költöz össze a talapot a fejére, megy a kocsmóba. Hóta, hogy bemegy, az minden ember itt néz ró, bónak róját. Mi bejöttük emberek, hogy mi lesztek így rómi? Jankó, te itt vagy. Ott hol kellene nekem lenni? Azt beszélik a faluk, hogy szolgat tojtó. Meg hogy ki is küntötted. 45 érte, meg 45 kakas lett. A 10 meg, hogy bedobjuk. Ide vigyeljetek ebbe. Így legyen tojtán mutatcsol. De 99-et a teatszolájtól kette hozzam. Egy nap alatt bevizsítottam nektek, hogy minden asszony egy kurva plétykos. Ide a liter volt, amivel fogadtuk. Ettek, ittak, jókul adtak, ma is ének azok, amik nem haltak. Három hátúr, az már inkább dostorra nyer.
Köszönhetem ezt az igen hangulatos, kedves, szép műsort, a Tevi mamának a mesemondását. Ezt egyszerűen csak hallgatni lehet, gyönyörködni benne, de utánozni nem tudnám. Azt hiszem, semmelyikünk se tudna rá vállalkozni, de nagyon boldogok vagyunk minden évben, hogy eljönnek hozzánk, pedig kerencsén nem a szomszédban van. Nagyon örülünk neki, köszönjük a szép műsor, és kérem, hogy fogadják el emlékül ezt a kis emléknapot. Hát nagy szeretettel köszöntöm a kedves összegyűlteket. Turálul jöttünk, nem kell bemutatkoznunk, azt hiszem. Mindenki ismer, legalábbis a nagyobb része ismer bennünket. A nagy szeretettel jöttünk, egy hete igaz, együtt mulattunk a kartaliakat, csak hát minket ugye szétzavart a vihar. De azért, ameddig ott voltunk, azt hiszem mindenki jól érezte magát. Úgyhogy felejthetetlen nap volt. Mondjuk nekünk nem évfordulós volt, mi csak egy majálist rendeztünk, de azért azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát, aki ott volt. Most meg szeretném köszönteni Olgi nénit ezzel a kis virággal. Olgi nénének adom, de az egész klubot.
képviseli ez az egy szál kis virágunk. Cserepeset hoztunk, mert ez hát, ha tovább emlékeztet arra, hogy hát itt voltak a turaiak. Kölcsön szemüvegem van, mert az enyém otthon van. Ha megbotlok, azért ne haragudjatok érte. Ugye még májusban vagyunk, még az anyák napja van. Ha Sárikné B. Viktóriától szeretnék egy nagyon rövid kis verset elmondani. Igazi anya, ha egyszer igazi anya lehetnék én is, gyermekeimet százszor jobban szeretném én is. Az élet nekem sokat úgysem adna, igaz szeretetből nekem nem maradna. Pedig ha úgy igaz, anya vagyok én is. Egyek szerint nem jó, mások szerint túl jó. Magam érzem, s tudom, milyen anya vagyok. Szívem helyén nem kő, a szeretet dobog. Megpróbáltam mindent, hogy ezt elhiggyétek. Úgy érzem, hogy ezt ti úgy sem értenétek. Azért vagyok csendes, nem tudok más lenni. Megfáradt szívemmel még tudjak szeretni. Na hát ugye mi olyan mulatósan jöttünk, hogy lássátok, hogy nekünk másfajta ruhánk is van, nem csak a varrott bujkánk. Pici. Pici piros muskátlina, körül csipkés a levele. Miért nincsen minden jánynak igaz szívű szeretője? Mert a legényekre kacsint a menyecske, azért nincsen minden jánynak igaz szívű szeretője. Kiesett a jegyeskendő a kezemből, kitagadott, kitagadott a szeretőm a szívéből. Ha kitagadott is, mégis ő az árva, találok én még szeretőt szép turának falujába. Ha kitagadott is, mégis ő az árva, találok én még szeretőt szép turának falujába. Piros alma kigurult, kigurult, barna kis jel, ne búsulj, ne búsulj, lám én babám, akkor se búsultam, mikor szerető nélkül maradtam. Piros alma kigurult a sárba, ki felveszi, nem veszi hiába. Én felvettem, kimostam a sárból, mégis elmaradtam a babámtól. Én felvettem, kimostam a sárból, mégis elmaradtam a babámtól. Csirke csipog az ágy alatt, jaj, de régen nem láttalak. Gyere be, gyere be, de gyere be, rózsám, magam vagyok ideve. Van már kis szék, csak lába kék, van már három, csak még egy kék. Gyere be, de gyere be, rózsán, ketten leszünk idebe. Gyere be, de gyere be, rózsán, ketten leszünk idebe. Szép turába kettő a kis bíró, egyik dobos, a másik levélhordó. Szép gyányoknak hordja a levele, akinek a szeme közé neve. Egy asszonynak két eladó jánya, egyik szegfő, a másik majoranna.
szekrényt választom magamnak, majoramnát a kedves pajtásomnak. Én a szekrényt választom magamnak, majoramnát a kedves pajtásomnak. Nagyon köszönjük, hogy idejöttnek ezt a kedves kis műsorát, és olyan jó, hogy most egy hétre rá találkoztunk, mintha mindig együtt lettünk volna. Milyen jó, hogy ilyen ünnepi alkalmakon, ilyen kedvesen, szépen összejövünk, és kívánom minden csoportnak, magunknak is, hogy minél többször legyen rá alkalmunk. Jó egészséget mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a versegi hagyományőrzők nevében, és szeretném megköszönni a meghívást a Kartali csoportnak, hogy meghívott minket, Olgi nénének nagyon jó egészséget kívánunk, és azt kívánja az egész csoport, hogy jövőre ugyanitt mindannyian találkozzunk. Zsíros Simon Mária nyugalmat kereső. Ahogy múlnak az évek, félek a változástól. Olyan, mintha az élet játszana vele. Állandóságot, nyugalmat keresnéd, de sietve száguld az időnek kereke. Felgyorsult világunk, zaklatottan bántó. Küzdelem az egész életem. S hogy tönkre ne menjek a mától, felveszem a harcot, s együtt élek vele. Látszólag úgy élek, mint mindenki más, de ugyanúgy átélem e hatalmas, nagy nyomást. Még más hasonlóan éli az életét, én választ keresve kérdem, miért? S még a választ keresve kutatom, lelkemben a vigaszt megtalálom. Mert tudom, hogy nyugalmat talál majd az ember, de minden jó előtt, előbb a rossz jön el. Oh.
összekapcsolódik a szíve. Haza barna legény haza már, mert a piros hajnal hasad már, mert a piros hajnal babám aranyos, este gyere hozzám, de nem most. Mert a piros hajnal babám aranyos, este gyere hozzám, de nem most. Sejmaj szép apába, mert aranyos a tolla. Most vagyok a szeretőmmel haragba, azt is tudom, miért van a haragja. Sejhaj szombat este nem mentem ki hozzája. Sejhaj nem ittam én a gargának vizéből. Kitagadott a babám a szívéből. Ha még egyszer a szívéből kitagad, sejhaj magas az ég, csillagostól leszakad. Ha még egyszer a szívéből kitagad, sejhaj magas az ég, csillagostól leszakad. Túra mentem házasodni, túrót adtak enni, lefektettek a patkára, meg akartak venni. Jelvélem jófajtás, szabadíts meg tőle, ha meg nem szabadít, az megszököm előre. Jelvélem jófajtás, szabadíts meg tőle, ha meg nem szabadít, az megszököm előle. Jelvélem jófajtás, szabadíts meg tőle, ha meg nem szabadít, az megszököm előle. Thank you.
Évfordulón. Sokszor voltunk nálatok vendégségben, és mindig olyan nagyon jól éreztük magunkat. Kívánjuk, hogy ti is érezzétek jól magatokat a körünkben, és fogadjátok emlékül a mai napra a kis emléket. Egészséget kívánok! Ség Gusztáv, a békesség. Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja meg a békességet. A feladat egyszerűnek látszott, és ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert, széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa mind mély álomba merült, de a kép összegyűrve a szemétre került. Nem volt rajta békesség, csak szélcsend és unalom. Aztán újabb rajzba kezdett, és egy szundító öreg bácsit festett. De békességet nem ábrázolt az sem. Neki állt hát, hogy tovább keressen. Festett virágot, csendes téli tájat, békésen legelésző birkanyájat. A szemétkosár lassan megtelt, és közben be is esteledett. De az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közeledett, zengett az ég. Az ég zengett, és a festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélbe sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek mosták az ablakot. A festő nem tudta tovább, hogyan legyen, Istent kérte hát, hogy csodát tegyen. Ekkor tekintete ismét a fára esett, és ott megtalálta, amit egész nap keresett. A fa egyik benső vastag ágán, a fának ugye szivetáján, a viharról mit sem sejtve, ült egy madár, fejét a szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség. Uram, te megmutattad békességedet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit az viharban alvó madár jelképez. Mert a világ lehet bármi nyugtalan, ha szívünkbe Isten békessége van. Ő minden gondot a vállára vesz, és minket szabaddá békéssé tesz. Az ő békessége tökéletes, és minden félelemtől mentes. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a sok tapsot, köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Remélem, hogy senki nem várta meg és nem sajnálja, nem tartja, nem érzi fölöslegesnek az itt töltött időt. Kívánom, hogy a hátra lévő időben velünk együtt mulassanak jó, további jó szórakozást kívánok. Végig megyek a cigarsoron, valamelyik cigányén soron. Cigányék a cigánság, a lábunk semmi az anyának. Páló végén sátoroznak, azon a cigányok. Légyek a tehelyében, a rigót kőlányok.
jó kedved van a tárgyal. Thank you.
Thank you.
Thank you.